Az énekesnőt a nagy feróékkal elénekelt nemzeti dal miatt bírálták, most válaszolt és egyben leszögezte, szimpatikus neki a kormány. Petőfi Sándor versének Tolcs V. László klasszikus feldolgozását énekelte el az idei nemzeti ünnepre néhány olyan, a kormányhoz kötődő sztár, mint Pataki Attila, Nagy Feró, Varga Miklós, Sasvári Sándor és mások. Muri Enikő annyira átélte a dalban ráosztott sorokat éneklés közben, hogy a nem annyira Petőfi, mint inkább az angol szász rock-and-rollra jellemző Oh Yeah panellal hangsúlyozta, hogy a magyarok istenére esküszünk. Ez a kis díszítés a dal feldolgozójának, Tolcs V. Lászlónak nem jött be, ezt meg is írta egy posztban, amelyben leszögezte, ő nem működött közre a nemzeti dal fiatalításának létrehozásában. Továbbá, hogy az én általam 73-ban megzenésített Petőfi versben nem volt ilye, hiszen magyarul írta. Szomorú vagyok. Tolcs V-val sok kommentelő is egyetértett, és különböző stílusokban ezt az énekesnő tudomására is hozták. Ezekre válaszolt most Muri Enikő, aki először is megköszönte az alkotó és előadótársainak a lehetőséget. Mint írja, alázattal, tisztelettel és büszkén énekelte el a rábízott sorát, és kitért az ominózus Oh Yeah-re is. Itt engedjetek meg egy kis szakmaiságot. Aki készített, írt már dalt, pontosan tudja, hogy nagyjából minden dalnak van egy olyan szerkezeti része, ami a refrént megindító dinamikus felvezetés. A nemzeti dal esetében itt egy ilyen történt általam, figyelembe véve a hangulati üzenei környezetet. A szakmából rengeteg visszajelzést kaptam, hogy művészileg igenis belefér, ha valaki így fejezi ki magát. Egy feldolgozásba ennyi előadó művészi vagy szerzői szabadság tényleg férjen már bele. Mi zeneileg gondoltuk újra ezt a feldolgozást, természetesen nem a szövegben. Tolcs V. László 1973-ban gondolt egy merészet, és megzenésítette a nemzeti dalt. Mi 2022-ben csak egy méltó feldolgozást szerettünk volna létrehozni. Majd kifejtette, szerinte nem emiatt lett persona non grata a kommentelők szemében, hanem amiatt, hogy a kormánypárttal szimpatizál. Igen, számomra szimpatikus, amit a kormány képvisel, hogy a béke, a biztonság és a kiszámíthatóság a legfontosabb legyen továbbra is mindannyiunk életében. Mindemellett az emberi jólét, a családok és a munka támogatása az elsődleges a legnagyobb világjárvány és háború idején is, fejti ezúttal is ki, de hozzáteszi, ő nem akar senkit meggyőzni, miben higgyen. Az oldalamon soha nem tettem ki olyan posztot, ami a politikáról szólna. Tegnap előtt részt vettem a békemeneten, de nem osztottam meg róla egyetlen fotót sem, és nem azért, mert ne vállalnám fel azt, amiben hiszek, hanem azért, mert nem akarom, hogy azt higgyétek, hogy ezzel bármire is buzdítani akarok. Nem hiszem, hogy ettől én rosszabb énekesnő vagy rossz ember lennék. Én abban hiszek, hogy a zene nem szín vagy pártfüggő. Még több életstílus a Facebook oldalunkon, kövessen minket!